Szentesen, ebben az alföldi városban áll hazánk egyik legnagyobb református temploma. A nagy templomi református egyházközséget vezető Kovács Péterné Mészáros Erzsébet és Kovács Péter több éves nagybajomi és gyömrői szolgálat után 1999-ben érkezett Szentesre. 20 évvel ezelőtt kezdődött el az a szolgálat, melynek eredményei napjainkra kezdenek beérni. A Kis Bálint Református Általános Iskola ma már a város legnépszerűbb tanintézete. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy beiratkozás idején a szülők már hajnalban sorban állnak, hogy gyermekük felvételt nyerhessen. Nemrég az egyházközség a város vezetésével összefogva uniós pályázaton nyert 1 milliárd forintból, felújította a templomot, és a rendszerváltás után visszakapott egyházi ingatlanból létrehozta az idősek otthonát. Szentes, sajátos nevelési igényű gyermekeinek otthont adó iskolájában az idei tanévben kezdődött el a hittanoktatás, amelynek pozitív hatása már az első hónapokban látszott a tanulókon. A Szentes Nagy Templomi Református Egyházközség gyarapodó, fejlődő gyülekezet, amelynek temploma világító toronyként áll az Alföldön, bizonyítva azt, hogy a gondviselésbe vetett hittel a mai Magyarországon is meg lehet valósítani az álmokat. Eredetileg misszionárius szerettem volna lenni, külföldre utazni és ott foglalkozni, például Afrikában. Gyermekekkel, felnőttekkel, átadni nekik az örömüzenetet, az evangéliumot, Jézus az ő megváltójuk is. De azokban az években, amikor én voltam gimnazista, nem volt lehetőség arra, hogy ilyen pályát válasszon az ember, ezért nagy örömmel fedeztem fel, amikor egy olyan tájékoztató került a kezembe, hogy nők is választhatják a lelkipásztori szolgálatot, és így mentem tovább tanulni a Református Teológia Akadémiára Debrecenbe. És Péter? Nekem a édesapám is lelkész, püspök is volt néhány évig Dunántúli egyházkerületben, és nekem tetszett az, amit ő csinál, ő végez, és tulajdonképpen már a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában is azért jelentkeztem, hogy majd egyszer lelkész leszek. Aztán a harmadik osztályos időszakomban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, amit én hitnek gondolok saját magamban, az egy megtanult dolog, nem az én saját meggyőződésem, saját hitvallásom, és volt egy elég kemény, vitatkozós, Isten tagadós időszakom, ez 2-3 évig tartott a gimnázium vallástanárának, Huzsai Tivadarnak a nagy örömére, mert a hittanórák azzal teltek el nagyrészt a gimnáziumban, ennek az osztálytársaim örültek nagy részt, hogy mi ketten beszélgettünk egymással hatalmas nagy teológiai kérdésekről, és amikor már a 10. óra is ezzel telt el, akkor azt mondta, hogy Péter, akkor most ezt befejezzük, óra után beszélgetünk, mert nem fogjuk tudni befejezni a tananyagot. De ezek a viták nekem nagyon sokat jelentettek, és tulajdonképpen a érettségi után először én magyar népvallási szakra jelentkeztem az 5. órán tudomány egyetemre, ahova nem vettek föl. Utána egy évet dolgoztam, és gyakorlatilag ez alatt az egy év alatt alakult ki bennem az, hogy a lelkészi hivatást választom. Thank you.
Mint látjuk, a belváros igen szépen megújult. Milyenek a története? A 2000-es évek elején adtunk be a városra közösen egy pályázatot. Először egy FAR pályázat, amelyik nem nyert, aztán később a regionális operatív program keretén belül városközpont felújítás, rehabilitáció néven került beadásra egy pályázat, amelynek során három része ült meg a városnak, a református nagytemplom, mellette lévő idősek otthona, a református idősek otthona épülete, illetve a kettő között lévő kis Bálint utca. A projektnek az érdekessége az, hogy a városi önkormányzat nyerte tulajdonképpen a pályázati támogatást, ez közel 1 milliárd forint volt, és ebben mi partnerként vettünk részt, de két egyházi épület újult meg tulajdonképpen ebből a támogatásból. Az együttműködés azért is fontos és érdekes része ennek a történetnek, mert kevés olyan példa van Magyarországon, ahol egy baloldali önkormányzat, illetve az egyházközségek közös ügyért tud együtt közösen dolgozni. Amit mi részünkről szeretnék ez elmondani, az, hogy mi ezt úgy éltük meg, mint Úristennek az ajándékát az egyházközség számára, hiszen emberi gondolkodással nézve nem igazán lett volna a gyülekezetnek arra pénze a következő időszakban, hogy ezt a hatalmas épületet felújítsa, illetve hogy egy idősek otthonát hozzon létre. Főgondnok úr, mire a legbüszkébb a Szentesi Református Gyülekezet? A legbüszkébb? A templomunkra vagyunk a legbüszkébbek, mert az 1808 és 1826 között épült templomunkat a 1900-as évek elején újították, vagy restaurálták, cserélték le a fazsindejtetőt palatetőre, és onnantól kezdve nem volt lehetősége az egyházközségeknek, mert két egyházközség is használta, illetve tartotta fönt, nem volt lehetősége a községeknek, egyházközségeknek a renoválásra. Eljutottunk egészen addig a pontig, hogy a város központjában állt egy gyönyörű épület, amelyik úgymond a csúfja volt a város központjának. Már mindent lassan körbe felújítottak, amikor sor került a mi templomunknak a felújítására. Köszönhetően annak, hogy fölmérte a város vezetése velünk együtt, hogy meg kell csinálni ezt a templomot mindenféleképpen. Esténként ide látok erre a toronyra, gyönyörűen ki van világítva a főtér és a torony, és valahogy olyan érzése van az embernek, mintha egy bárkába ülne valahol sötét vízen, és van előttem egy világító torony. Meghatottság nélkül kell mondani, hogy úgy érzi az ember vasárnaponként, mikor ide bemegy, mintha hazaért volna.